Szeretnél egy jó hangrögzítőt, de nem akarod a világpénzét elkölteni rá, és hogyha még használsz is külső mikrofonokat, azok csak kis jackkel mennek be, akkor a Zoom H2N lehet, hogy a legjobb választás neked, lehet, hogy nem. Ma pontosan erről fogunk beszélni, és amúgy ez egy szériának a része, ugyanis a Zoom-mal van egy együttműködésem, amiben kölcsön kaptam tőlük ezeket az eszközöket, nem szólnak egyáltalán bele, hogy mit mondok róla, jót és tényleg a rosszat is el fogom mondani róluk. Viszont hát ez egy nagyon érdekes történet, mert ma a Zoom H2N-ről fogunk beszélni. Ez nem a legalapabb belépő a H-szériába, hanem a második, mégis a kettesből lehet rá számítani, de fognak jönni még a H4N Pro, és fog jönni a H8 is, illetve a podcasterésre alkalmas Podtrac 4, úgyhogy ha érdekelnek az ilyen dolgok, mindenféleképpen iratkozz fel, ezzel mindenféleképpen segítesz engem, de ma beszéljünk erről, a funkcióiról a H2N-nek, hogy hogy van felépítve, kinek való, audio tesztek is, de először jöjjön az intro. Ha nem ismernéd a Zoom márkát, és itt nem a konferenciahívó appra gondolok, akkor arról híres ez a márka, hogy nagyon jó minőségű, profiknak való különböző hangrögzítő megoldásokat gyártanak, és a H-szériával a fogyasztói szint, vagy azt mondom, hogy a prosumer level, tehát akik mondjuk nem hollywoodi, vagy tévéstúdióba dolgoznak, de mégis szeretnék, hogy jó hangjuk legyen, rájuk is gondolnak, és egészen az olcsó megoldásoktól, azért itt is vannak elszállt árak, de ez egy más téma. A H2N tényleg azoknak jó, hogy így lelőjem előre a poént, akik szeretnének valamivel elindulni, és fontos számukra, hogy egy jobb hangot biztosítsanak maguknak, és akár majd használnak külső mikrofonokat, például egy ilyet, amit kis jackkel be tudok dugni, vagy pedig egy csiptetős mikrofont, esetleg szeretnének hangeffekteket felvenni, hogy mi zajlik körülöttük, arra ez egy nagyon jó eszköz tud lenni, és hogy halljuk a hangkülönbséget, itthon a stúdiómban a Shure SM7B-vel veszek fel, ami egy Cloudlifteren keresztül megy, egy drága Audient Evo 8-as audio interfészhez, és úgy veszek fel WAV formátumba a gépemen. Hallhatjátok, hogy milyen különbségek vannak, hogyha most a Zoom H2N-ről halljátok a hangomat. De menjünk is bele, hogy milyen funkciók vannak, hogyha már említettem, hogy ugye WAV formátumba hogy veszek fel. Amúgy a Zoom H2N-nel is lehet, sőt, 96 kHz-en és 24 biten is fel lehet venni ezzel a kis eszközzel WAV-ba, és amúgy MP3-ban is simán 320 kilobit per szekkel lehet, a legkisebb az 48, amivel fel lehet venni, és rengeteg mikrofont raktak bele ebbe a kis eszközbe, ami azt jelenti, hogy 5 darab mikrofon van, és ennek köszönhetően különböző módok közül választhatunk az, hogy csak magunkat szeretnénk, hogy felvegyünk így, hogyha szembe van, vagy pedig akár hátrafele is felvegyen, és akkor mondjuk egy beszélgetés rögzítünk, és ezt ugye lehet két csatornás, vagy négy csatornás módon, úgynevezett XY módon, de van egy egyetisége, ami az MS mid-side, amit úgy képzeltek el, mint egy ilyen DJ mixelés, hogyha nem vagytok annyira benne mondjuk az ilyen audiós fejezésekben, amikben én egyáltalán nem vagyok, hogy eldönthetjük, hogy melyik mikrofon mennyit vegyen fel. Tehát mondjuk mi kint vagyunk, használjuk ezt, mondjuk, hogy így beszélünk, ahogy én is bele, és szeretnénk attól még a környezetet is felvenni, akkor kb. Eldönthetjük egy ilyen csúszkaszerű megoldással, hogy mondjuk 90%-ba a mi hangunkra fókuszáljon, az a mikrofon, ami erre áll, az vegyen, de azért 10%-ba a körülöttünk lévő dolgokat is vegye fel. Ez egy nagyon jó funkció. Ha megnézzük azt, hogy milyen beállítások vannak, amúgy nagyon egyszerű beállítani, de mégis, mivel ez egy 10 éves eszköz, 10 éve hozták ki, egy nem touchscreen oldalról nehezen látható, betükröződhet, de mégis a legfontosabb dolgok tökéletesen rajta vannak, hogy éppen felveszünk-e, hogy milyen a hangunk, hogy hol tart a felvétel,
hogy használunk mondjuk valamilyen effektet, ugyanis ebbe vannak beépített effektek, tehát azt képzeld el, hogy be tudjuk állítani a kompressziót, különböző EQ settingeket, limitert, hogyha valami túl hangos vagy túl halk, és ezt mind előre be lehet állítani, ugyanúgy, ahogy az autó gaint is, tehát hogyha mondjuk most halkabban beszélek, elkezd magasabban, hangosabban felvenni, de ha túl hangos vagyok, akkor arra is odafigyel az autó gain és a limiternek köszönhetően, és kvázi úgy, hogy ez ugye nem egy professzionális eszköz, bízhatunk abba, hogy ha mi ezt elindítjuk, felvesz, akkor jó lesz a hangunk. És így amúgy áttérhetünk egy olyan második funkciójára is, hogy habár ha elsőként fogunk ebbe benevezni, és ez az első kis felvevőnk, hosszú távon is megérheti, mert nagyon jó backupra használhatjuk, amúgy USB-n keresztül tölthetjük, de van benne hely két sima, ez a kétás elemnek, ami 20 órát biztosít, tehát lerakhatjuk például, hogyha egész nap forgatunk, és kell felvenni dolgokat, lerakhatjuk, elfelejthetjük, és csak veszi fel, és egy ilyen safety dolog, egy biztonsági csatornát tud nekünk adni, hogy azért valami csak fel lett véve abból, ami ott történt, és lehet, hogy most az elején ezzel kezdünk, de majd később, amikor már mondjuk lesz egy ilyen típusú telefonunk, mint a Shure S7MB, vagy bármi más, SM7B, miért S7MB-t mondok? Reggel van amúgy, amikor ezt veszem fel, tehát amikor egy SM7B-nk mondjuk lesz, akkor is van egy backup megoldásunk, meg mivel picike, könnyű, elvihetjük magunkkal bárhova, és ha mondjuk szeretnénk hangeffekteket felvenni, arra nagyon jó, és megint be tudjuk állítani itt a fent lévő tekerővel, hogy hogy szeretnénk felvenni azokat a hangokat. Ezeket egyből tudjuk monitorozni, ugyanis az USB csatlakozás mellett van egy line out, amivel ha egy fülhallgatót, fejhallgatót bedugunk, akkor egyből hallhatjuk, hogy mi történik. Az USB-nek köszönhetően pedig hozzá tudjuk közvetlen csatlakoztatni a számítógépünkhöz, és így kapunk egy audio interfészt, ami egy jobb audio interfész, drágább, mint maga ez a rögzítő, és ezt erre is tudjuk használni, és hogyha mondjuk hozzá csatlakoztatunk egy amúgy jó minőségű, de kis jackes mikrofont, akkor meg még durvább lehetőségünk van. Itt a line-in az oldalán tudjuk ezt megtenni, amúgy beállíthatjuk, hogy milyen hangerő legyen, de sokkal izgalmasabb, hogy magát a gaint, hogy milyen hangosan vegyen fel, ez a másik oldaltekerővel tudjuk beállítani, nem kell a menübe mennünk, amit amúgy egyszerűen lehet kezelni, ez az old school mód, ugye nem érintő képernyővel, hanem itt ezt a csavart, ami amúgy a play és a skimmelés, tehát hogy előre-hátra hallgatásra is alkalmas, de amúgy ha bemegyünk a menübe, ezzel tudunk fellemenni. A lenti részére tudjuk betenni az SD kártyát, illetve rá tudjuk csavarazni, ilyen tipikus állvány bemenete van, ami megint egy extra jó funkció, de képzeld el, hogy az SD kártyát annyira nehéz kivenni, és amúgy ez talán az egyetlen bajom, hogy áttérjünk arra, hogy kinek ajánlom, hogy nem akarok nagyképűnek tűnni, és nem akarom azt mutatni, hogy nekem óriási tudásom van mindenről, és mert nincsen amúgy, és én is tanulom ezeket a dolgokat különböző szakemberektől, YouTube videóktól, kurzusoktól, amit igyekszek átadni nektek amit igyekszek átadni neked, mint tapasztalat, de azt tudom mondani, hogy ez nekem már olyan túl egyszerű, mert hogyha csak arra jó, hogy fel tudok venni mondjuk hangeffekteket, azt tényleg felveszem akár még a mobiltelefonommal is, vagy elviszek magammal egy jobb mikrofont, és akkor úgy veszek fel. Ha amúgy meg valamilyen mikrofon csatlakoztatását szeretném, egészen addig a pontig amúgy, amíg kis jackes, 3,5 mm-es mikrofonokat használtam, azt mondanám, hogy tök jó, használom és tudom csatlakoztatni a komputerembe, és ha ez neked az, amivel foglalkozni szeretnél, és ilyen technikáid vannak, tökéletes. De az XLR-es mikrofonok, ahogy bejöttek az életembe, ez nekem ki is esik, és itt jön be a H4N Pro Black Edition, ami amúgy azt hiszem idén vagy tavaly jött ki, és az lesz a következő videó a Zoom szériából, amiről fogok beszélni. Úgyhogy ha érdekelnek ezek a dolgok, vagy érdekel az, hogy hogyan tudsz egy kreátor lenni, hogyha freelancerket, videózásról szeretnél, akár ilyen típusú tippeket, review-kat látni, hogy miket lehet használni, vagy akár eljöhetnél velem különböző forgatásokról, behind the scenes-be is mutatok neked, hogy én hogy veszem fel, akkor mindenféleképpen iratkozz fel, és a csengőt is nyomd be.
remélem, hogy még találkozunk, és kommentbe amúgy megfolytassuk, hogyha van bármi véleményed róla, örülnék neki, és a like-gomb is egy nagy segítség. Köszi, hogy itt voltál. Szia!